Ma kezdődött a beiratkozás az előkészítő osztályokba az ősszel induló tanévre. Van olyan iskola, ahol az első nap be is teltek a meghirdetett helyek. Fennállásának 5. évfordulóját ünnepelte a Gyergyószent Miklósi Vöröskereszt szombaton. Az ünnepi gálán elismeréseket is átadtak. Első alkalommal szerveztek jégpályanapot Gyergyószent Miklóson. A rendezvényen az egy évvel ezelőtt átadott, felújított intézményt ünnepelték. Szeretettel köszöntöm a hét első és egyben február utolsó fénypontjának nézőit. Friss híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Ma kezdődött el az előkészítő osztályokba történő beiratkozás első szakasza. Azok a szülők, akiknek gyermeke augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, kötelesek beiratni őt előkészítő osztályba. Azokat a gyerekeket is beirathatják a szülők az előkészítő osztályokba, akik szeptember 1 és december 31-e között születtek. Ez esetben a gyerekek pszichoszomatikus fejlettségének felmérésére került sor. Az iskolákban a helyek nagy többsége már az első órákban beteltek. A mai nappal elkezdődött az előkészítő osztályokba történő beiratkozás első szakasza. Ez sok szülőnek egyet jelentett a hajnali keléssel, hogy az óhajtott iskolába, az óhajtott helyre tudja beiratni iskolaérett gyerekét. A Gyergyószent Miklósi Magyar Általános Iskolákban a beiratkozást megelőző bemutatkozó jellegű csoportos beszélgetésekre várták az iskoláskorú gyerekek szüleit, hogy segítsenek az iskola, esetleg a tanító kiválasztásának megkönnyítésében. Továbbra is a Fogarasi Mihály Általános Iskola a legnépszerűbb tanintézmény Gyergyószent Miklóson. Itt a szülők már vasárnap sorban álltak és listát állítottak annak érdekében, hogy a gyerekeiket ide irathassák be. Az iskolában 3 előkészítő osztály indul, összesen 75 hellyel. Egy step by step és 2 hagyományos osztályba irathatták a gyerekeiket a szülők. Ebbe a tanintézménybe az első iratkozási napon minden hely betelt, sőt, túljelentkezés is volt. A Vaskertes Általános Iskolában főként a művészeti osztály iránt mutattak nagy számú érdeklődést a gyerekek szülei. Ennek köszönhetően a helyek száma már az iratkozás első óráiban beteltek. Az itteni túljelentkezés miatt felvételit tartottak. A hagyományos osztályban a déli órákra teltek be a helyek, csupán a roma osztályban vannak még szabad helyek. A Kóskároly Általános Iskolában 1 előkészítő osztály indul a 2016-2017-es tanévben. Ide várják még a beiratkozni vágyókat. A körzeti iskolájukba beiratkozott gyermekeket egy összesítő informatikai program segítségével osztják el. A beiratkozási kérést emiatt csak egy helyen lehet letenni. Az ezek nyilvántartására szolgáló informatikai rendszer jelezni fogja, ha egy gyermek dossziéját előzetesen már valahol benyújtották. A beiratkozás első szakaszának eredményeit március 25-én, illetve 26-án függesztik majd ki. A második beiratkozási időszakot pedig március 30-a és április 8-a között rendezik meg, amikor a szülők az iskolákban megmaradt helyekre irathatják be gyermekeiket. A beiratkozás végső eredményei április 15-én lesznek kifüggesztve. Megalakulásának 5. évfordulóját ünnepelte a Gyergyószent Miklósi Vöröskereszt, mely alkalommal okleveleket adtak át, ugyanakkor bronz és ezüst fokozattal tüntették ki az erre érdemeseket. Az ünnepi gálán jelen voltak a helyi szervezet vezetői és tagjai, valamint a Hargita megyei Vöröskereszt igazgatósága is, akik elismeréseket adtak át. Ünnepséget szerveztek szombaton a Gyergyószent Miklósi Vöröskereszt megalakulásának 5. évfordulójára. Az ünnepi beszédek sorában Mikó Vasile, a szervezet elnöke ismertette a szervezet programjait és főbb tevékenységeit. Kitért a rendszeresen megszervezendő angyalok játékára és a Beteg a babám nevet viselő programra. A szociális megmozdulásai közül a rászorulók megsegítésére emlékezett vissza a szervezet vezetője, különösen kitérve arra az esetre, amikor pár éve a nagy havazás miatt elszigetelődött Vráncea és Buzău megyei falvak lakóit keresték fel. Meglepő volt, mikor bementünk egy idős családhoz, ugye olyan magas volt, ahol csak ilyen alagútakba mentünk, hogy beérünk a házhoz, és könnyezve kérdezte, hogy miért a Hargita, miért a hegyekből kellett jön valaki segíteni, és miért nem az ottani önkormányzat próbált segíteni. Hát erre nem tudtam mit válaszolni, csak az, hogy
nekünk az Isten nem adott olyan nehézséget, és próbáltuk, hogy mi rajtuk segíteni az egész Hargita megyei Vöröskereszt. Könnyezve átvették a csomagot. Volt olyan is, hogy azt mondta, gondoljuk, hogy van jobban rászoruló valaki, akkor neki adjuk. De hát végül is az emberek nagyon jól, hát nagyon meglepve voltak, hogy miért is a hegyen túlról Hargita megyei Vöröskereszt viszi az adományokat. Mindemellett a szeretett konyhán ebédelő karácsonyát tették, és teszik teljesebbé évről évre, ugyanakkor az elmúlt 5 év alatt közel 100 családon segítettek az ünnepek alkalmával, különféle adományokkal, és Böjte atya gyergyószárhegyi gyerekeit is megajándékozták. Közvetítő szerepet vállalnak adományozó és megajándékozott között. Az adományozáson túl egyébként rendszeresen jelen vannak különféle rendezvényeken, ahol ingyenes vércukor és vérnyomásmérést végeznek, illetve táborokat is szerveznek és versenyeken is szerepeltek. A tavaly országos versenyen értek el szép eredményt a gyergyói ifjak. Tusa Szilárd, a szervezet egyik alapító tagja elmondta, hogy nem készült beszéddel és beszámolóval, inkább a kezdetekről szólt a jelenlévőknek. Annak idején, amikor indultunk ezelőtt 5 évvel, ugye, akkor engemet Vaszi kolléga keresett meg, hát ez is érdekes kifejezés, ugye együtt dolgozunk. Egy délután beszélgettünk a mentőszolgálatnál, hogy milyen lenne, hogyha Gyergyószentmiklóson is létrehoznánk a Vöröskeresztet, ugyebár Hargita megyében működik, több helyen is, országszinten is, ugye nem kellett ezt bemutatni nekem a Vöröskeresztet, mert ismertem rengeteg emberkét az országon belülről is, az országon kívül is, már a nyugati országokból is, és tudtam, hogy mi a fő tevékenysége a Vöröskeresztnek. És azt mondtam, hogy persze, miért ne álljunk neki, csináljuk meg, mert ebből rossz nem származik egyáltalán. Akkor szép lassan az az igazság, hogy először nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. Jó, hozzuk létre a Vöröskeresztet, de mit csinálunk? Hála jó Istennek a Hargita megyei Vöröskereszt segített ebbe, elindított minket egy olyan úton, ahol megmutatták az irányt, és ezt köszönöm szépen nekik. Szép lassan elindultunk, ugye, ahogy azt is említette, hogy eleinte ugye döcögősön, ruházat nem volt, ez nem volt, az nem volt, nem tudtuk, hogy kell csinálni, akkor ugye bejött ez a lehetőség, amikor megkaptuk az első autónkot. Egy picit, hogy mondjam, úgy fejezem ki magam, hogy sokkolt minket az egész dolog, mert az rövid idő alatt nem számítottunk arra, hogy fogunk már autót is kapni. Ez nagyon jól esett nekünk, és a város vezetés részéről is egy olyan pozitív hozzáállás volt, és nem csak városvezetés, hanem a teljes lakosság, itt ebben mindenkit beleértek, úgy cégeket, úgy médiát, mindenkit úgy, az egészet, hogy tényleg egy jó dolog. Az ünnepség zárásaként okleveleket adtak át a tagoknak és a támogatóknak, illetve bronz és ezüst fokozattal tüntették ki az arra érdemeseket. A Vöröskereszt 5 évente egyszer adhatja át az országos kitüntetést. Ezt az elismerést a Gyergyószentmiklósi szervezet létrehozója Mikuva Szile kapta, melyet Zsigmond Éva, a Hargita megyei Vöröskereszt vezetője adott át. Nagyon lelkesen és sok-sok időt rááldozva tartottuk mi ugye a kapcsolatot, és én úgy érzem, nagyon sokat gondolkoztam, hogy egy valakinek adhatok egy ilyen díjat 5 év alatt, és úgy gondoltam, hogy ő az, aki megérdemli. Meg is fogom, hogy egyszerre szátadom, de erről van szó, hogy kinek is adjam. Tehát első segélynyújtó az emberiség szolgálatában. Ez egy országos díj, és 5 évben egyszer adhatjuk egyetlen egy személynek, úgyhogy fogad nagynak. A gyergyói szervezetnek jelenleg 50 tagja van, ebből 25 személy katasztrófa esetén bármikor mozgósítható. Az ünnepségen a jelenlévők fényképes összeállítást is láthattak a Vöröskereszt gyergyói tagjainak 5 éves tevékenységéről. A húsvéti ajánlatok, szabadidős tevékenységek, lovas programok, wellness, a gyógyturizmus, román vonatkozású látványosságok, városlátogatások iránt érdeklődtek leginkább a Székelyföld standhoz látogatók a hétvégén Bukarestben megszervezett országos turisztikai vásáron.
A Kovászna és Hargita megyei turisztikai szakemberek szerint minden alkalmat meg kell ragadni a közös népszerűsítés érdekében. Március 3 és 6-a között Budapestre utazik Székelyföld, ahol az Utazás 2016 kiállítás szintén kiváló lehetőséget biztosít a turisták idevonzására. Konferenciát tartottak a fafeldolgozásban érdekelt vállalkozások vezetőinek, a Küküllő szállodában gyűltek össze az érintettek, a találkozót a Magyar Nemzeti Kereskedőház Székelyudvarhelyi kihelyezett irodája szervezte. Legkevesebb 30 helyi a faiparban, fafeldolgozásban érdekelt vállalkozás képviselője vett részt a rendezvényen. Orosz Pál Levente házigazda elmondta, az elmúlt időszakban többször felmerült, jó lenne egy olyan üzleti találkozó megszervezése, ahol a szakmai kérdéseket felvethetik az érdekeltek. A találkozó ugyanakkor lehetőség egymás megismerésére, új piacok kialakítására, mondta el a Nemzeti Kereskedőház udvarhelyi irodájának vezetője. Orosz Pál a kereskedőház működéséről is tartott rövid beszámolót. Két pilléren működik a fő tevékenység. Egyrészt megpróbáljuk felmutatni az igényeket, hogy mire van igény a vállalkozók részéről, és ezt követően pedig utána felmérjük a környező országokban a piaci lehetőségeket, és ezeket próbáljuk mindenféleképpen összekapcsolni, összekötni, ezáltal segítve a vállalkozások életét. Az előadások előtt Farkas Balázs Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja is szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, meglátása szerint arra kellene törekedjenek a faipari cégek, hogy a faanyagot ne nyersfaként, hanem megmunkálva értékesítsék. Egyrészt ezáltal értéket teremtve, másrészt pedig így módon sokkal több embernek adhatnának munkát. A találkozón magyarországi Kolozs, Maros, Kovászna és Hargita megyei cégek képviselői voltak jelen. Az eseményt a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT székelyudvarhelyi regionális képviselete szervezte. Szerdán este 7 órától újra műsorra kerül Albu István rendezésében a Zűrzavaros étszaka című komédia. Caragiale csaknem 140 éves vígjátékának humora máig friss, a 19. századi Bukarest lecsúszott közegének nyelvi és kulturális sokféleségéből építkező dráma Székely Csaba vérbő komikusi vénával fordított változatában került nemrég bemutatásra a Figura Stúdió Színháznál. A vígjáték egy olyan éjszaka bonyodalmait meséli el, melyben a titkos és tiltott szerelmeki a főszerep. Jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Február 26-án pénteken délután a Csíkszeredai megyeházán mutatták be Kisné Porti Kirén néprajzkutató Szépanyám szőtte, Dédanyám varta és Himeszte című könyvét. A szakíró hangsúlyozta, hogy a népviselet akkor tölti be a szerepét, ha viselik is. A könyvbemutató után a résztvevők kiállítást is megtekinthetnek. A viselet szimbólum hordozó jelleggel bír, használati szerepén túlmenően jelzi viselőjének nemzeti hovatartozását, életkorát. Tükrözi az ünnepek, szokások örömét, gyászát. Óvni, menteni kell, amíg nem késő. Hangzott el Kisné Porti Kirén néprajzkutató, szakíró, szakoktató, Szépanyám szőtte, Dédanyám varta és Himeszte című könyvének bemutatóján február 26-án a Csíkszeredai megyeházán. A fenti idézet Tankóné Péter Mária Terézia, Csíkmadaras, székelyruhában hétköznap, vasárnap, régen is napjainkban című művéből való. Ezzel köszöntötte a részvevőket Péter Csaba, a Művészeti Népiskola vezetője, felhívva a figyelmet a népviselet jelentőségére, hiszen az a hagyomány a kultúra egyik hordozója, jelzi a hovatartozást, óvni és menteni kell, amíg nem késő. Kisné Porti Kirén nevét a néprajz, a népruhavarrás területén végzett munkássága tette ismerté. Felismerte e gazdag örökséget, összegyűjtötte, rendezte és elhivatottsággal ismerteti e ránk hagyott értéket. Hargita megye tanácsa részéről Borbély Csaba elnök köszöntötte a népes közönséget. Elmondta, hogy nemrég járt Budapesten, ahol azt a visszajelzést kapta, hogy az ottaniak is szívesen megélnék a székely értékeket. Azt gondolom, hogy a hagyományainkra nem csak emlékezni kell, és nem csak megcsodálni, hanem napjainkban meg kell, a mindennapokban meg kell élni, és nem csak meg kell élni, hanem lélekben is rá kell hangolódjunk, és hogyha rá vagyunk hangolódva, hát a hagyományainkra, az értékeinkre, akkor valószínűleg jobban érezzük itthon magunkat, mosolygósabbnak tűnhet és tűnik a világ, sőt, jól érezzük magunkat, és abban is fog segíteni ez a könyv is, és a teljes mozgalom, ami mellette most már kiépült, hogy egyre több fiatal hasonló módon jól érezze magát, hiszen ez egyúttal egy tankönyv is, a székelység történelme után ez egy másik olyan tankönyv, amit lehet használni a hétköznapokban.
A könyv szerzőjével, Kisné Portik Irénnel, illusztrátorával, Jokom Zsolttal, Siklódi Ferenc tipográfussal, valamint a szerkesztővel, Lövétei Lázár Lászlóval, Sarány István, a Hargita Népe napilap felelős szerkesztője beszélgetett. Feltétlenül azt hiszem, hogy már rég szükség lett volna egy ilyen monografikus jellegű feldolgozására a témának. Ez ugye sajnos csak Gyergyó Csík és Kászonszékek népviseletét dolgozza föl, de hát az alapok ugyanazok. Ugyanazok Udvarhelyszéken is, meg Marosszéken is. Remélhetőleg majd ott is elkészülnek ezek a kiadványok. Kisné Portik Irén beszámolt a könyv létrejöttének körülményeiről. A textiltechnikum, néprajz, kultúra és antropológiai tanulmányok elvégzése után kutatómunkába kezdett, a népviseletről így szerzett tudás pedig feszíteni kezdte, ezért elhatározta, hogy könyv formájában osztja meg az érdeklődőkkel. A kötetet mindazoknak írta, akiknek lelki gyönyörűséget okoz a népviselet érintése, viselése, varrása. Ugye a kötetnek, mind a kiállításnak a Szép anyám szőtte, dédanyám varta és imezte a címe. Szorosan összefügg a kettő, hisz eredendően a Hargita megyei művészeti népiskola tanítványainak a kiállítása ihlette a megyei tanács vezetőségét arra, hogy egy kézikönyvet bocsásson azok rendelkezésére, akik ezt akár a népiskola keretében, akár önállóan hasznosítani szeretnék. Így aztán maga a kötet, ami egy igen gazdag képanyaggal illusztrálja Csík, Gyergyó és Kászonszék viseletének összeállítási szabályait, jelképértékeit, módossági jegyeit, és mindazt, ami ennek a vidéknek a sajátja viselet vonatkozásában, összeállt egy több mint 500 fotográfiát tartalmazó kiadvány. Magánerőből egy ilyen kötetet nem tudtam volna megoldani. Nagyon hálás vagyok, hogy olyan megyei igény formálódott, és a megyei tanácsnak erre akarata van, hogy a hagyomány megtartása, különösen a viselet vonalán, egy ekkora költség közepett kézikönyv formájában azokhoz eljusson, akihez rendeltetésszerűen el kell, hogy kerüljön, mert ez az egyetlen útja annak, hogy a viselet megmaradjon. A könyvben szereplő képeket Jokom Zsolt fotós készítette. Számára érdekes tapasztalatszerzés volt, ahogy Kisné Portik Irén olvasni tud ezekből a viseletekből. Érdekes volt megtudni, hogy ezek a szőttesek milyen sok információt hordozhatnak viselőjükről. A könyvbemutató után a résztvevők a Művészeti Népiskola Csíkszeredai, Csíkdánfalvi, Gyergyói szövő varró tagozatos növendékeinek munkáiból összeállított kiállítást tekintették meg. Az RMDS Szövetségi Képviselők Tanácsának szombati Marosvásárhelyi ülése előtt Kelemen Hunor szövetségi elnök adta át az ezüstfenyő díjakat. A 14 éve létrehozott díjat olyan személyek kapják, akik kiemelkedő munkát végeztek a magyarság szülőföldön való megmaradásáért és az RMDS programjának megvalósításáért. Csíkból idén a díjat egy olyan csíki hölgy kapta, aki Romániát képviselve a nemzetközi sportban bátran vállalja a székely magyarságát. Tófalvi Éva jelenleg az oroszországi Európa-bajnokságon vesz részt, díját Lőrinc Csilla, az RMDS csíki területi nőszervezet elnöke vette át. Egy évvel ezelőtt ünnepélyes megnyitó keretében adták át Gyergyó Szent Miklóson a felújított műjégpályát. Szombaton ennek apropóján jégpályanapot tartottak, melyen kicsik és nagyok egyaránt kikapcsolódhattak. Két jégkorong mérkőzés mellett bemutatkozott az új női hoki csapat, volt jégkarnevál, díjazások, jótékonysági kezdeményezés és jó hangulat egyaránt. A műjégpálya egy olyan intézmény Gyergyószent Miklóson, amelyen sok sportbarát megfordul, kicsiktől a nagyokig. A létesítmény működtetői úgy gondolták, hogy a hűtőrendszer és a palánkok cseréjének egyéves ünnepeként jégpályanapot szerveznek. Szombaton délutántól mérkőzésekre várták a jégkoron kedvelőket. A Gyergyószent Miklósi ISK és az egerszegi Titánok U12-es találkozóján 5-0-ra nyertek a házigazdák.
A csomafalvi fiatal öreg fiúk az alfalvi fiatal öreg fiúk ellen játszottak, és 3-3-as döntetlent követően a büntetők során jobbnak bizonyultak a csomafalviak, így ők győztek. Az első jégpályanapon bemutatkozott a nemrég alakult női jégkorongcsapat is, melynek létrejöttéért külön gratulált és kitartást kívánt Barti Tihamér, Hargita megye tanácsának alelnöke is. Gratulálok nektek, örömmel, hogy ilyen összegyűltetek, és nagyon remélem, hogy ezt tudjátok folytatni, hiszen a városnak szüksége van arra, hogy a nők is, a lányok is sportoljanak, hogy a lányok is beszélnek a hokiról a városba, és meg a győződőre segít összességében a hokinak is. És át szeretnénk adni egy okleveleket kapva mindenki, illetve egy kupát Csusikának, amelyen azt írja a jégpálya napján kívül tartásból jelenség. Úgyhogy gratulálok az egész csapat. A jégkarnevál kezdete előtt Siklódi Piroska, a városi sportklub menedzsere idézte fel a műjégpálya létrejöttének történetét, kiemelve, hogy Török István álma vált valóra ezáltal, majd szólt arról is, hogy 33 év után sikerült felújításokat eszközölni a létesítményben. A menedzser elmondta, úgy látja, a műjégpálya fejlődésben van, és megköszönte annak a négy embernek, akik a nap 24 órájában bármikor készen állnak, és tesznek azért, hogy a jég fogadhassa a sportolókat. A jégkarneválon több mint 250-en kapcsolódtak ki. A támogatók jóvoltából a résztvevők házi csokoládét, zsíros kenyeret és teát kaptak ajándékba. A rendezvény a jótékonyság jegyében is zajlott. 991 lej gyűlt össze a gyergyóújfalvi Ferenci Csilla műtétjére. A szervezők hagyományt szeretnének teremteni, így jövőben is megrendezik a jégpályanapot Gyergyószentmiklóson. Pénteken és szombaton Brassóban lépett pályára a Gyergyószentmiklósi Progim. Mindkét mérkőzés jól sikerült a pirosfehérek szempontjából, hiszen a lehetséges 6 pontból 5-öt hoztak haza. Ennek köszönhetően továbbra is esélyes a csapat az elődöntőbe jutásra. Pénteken 4-2-re győzött a Progim, a gyergyói gólból 2-t Bazilides Tibor, 1-1-et pedig Nyerges Lajos és Václav Novák szerzett. Szombaton a rendes játékidő végén 4-4 volt az eredmény, jött a hosszabbítás, emberelőnyben Kostromin passzát Kozma értékesítette. 5-4-re nyert így a Progim és 2 pontot gyűjtött. Összesítettben a gyergyóiakat még mindig 4 ponttal megelőzi a Bukaresti Steaua. Ez a csapat lesz a következő ellenfél március 4-én és 5-én. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, ha tehetik, ne menjenek messzire, hiszen hamarosan megtekinthetik a Hegyi Barnával, a Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatójával készített beszélgetést. Szép estét, viszontlátásra!